Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg nagy tisztelettel köszöntsem Önöket a Városvédő Tartományi Városvéd Egyesület nevében és a Kossuth Klub nevében, aki az Egyesület égisze alatt működik. 6 éve hívtuk életre ezt a kis csoportosulást Kalász Zoltán, történelmi tanárbarátommal, Katona Ferenc, borász barátom és jómagam gondoltuk azt, hogy ezt a Kossuth Klubot létrehozzuk, és igyekszünk szép előadásokkal egy kicsit felperzsíteni a polgári életet, és az érdeklődőket becsatolni a könyvtárba, történelem, régebbi történelem, terveink szerint majd későbbi máskor történelmet is szeretnénk megidézni. 18-ban kezdtünk, utána sajnos jött egy rossz Covid időszak, amikor nem tudtunk előadásokat szervezni, de aztán sikerült tavaly előtt újra elindulnunk, és nagyon neves vendégeink voltak itt, akár gondolunk Herman Robertre, Lengyel Beatrixre, Reznák Erzsébetre, akár helytörténészekre, és hát nagy örülök számunkra, hogy Dr. Csorba László professzor emeritus újra köszönhetjük itt körünkben, hiszen ő két szép előadás szerintem, hogy körülnézek, többen is kísérhették figyelemmel. Kossuth, akit az amerikai elnök is tanulhattak, volt az első előadása professzor úrnak. A második tavaly március 15-e kapcsán pár napra később Kossuth és Petőfi viszonyáról hallottam egy nagyon érdekes előadást, és most pedig Veselényi Miklósról, reformerendzék első országos vezérjéről fog nekünk szerint ugyanolyan jó hangulatú és érdekes előadást tartani professzor úr. Hát öröm számunkra még egyszer itt vannak, és reméljük, hogy most már semmi nem fog közbeszólni, hogy időről időre megtarthassuk a rendezvényeinket, és újabb korokat, eseményeket tudjunk itt felvonultatni. Nem szeretném sokáig szakorítani a szót, viszont engedjék meg, hogy mielőtt átadnám a szót professzor úrnak, szólítsam dr. Szibet Lászlónak, aki szeretne szólni pár szót. Egy kis meglepetés érdeke. Köszönöm szépen, kívánok mindenkinek szép estét, jó szórakozást, és ne felejtsd el, hogy az előadás után várunk mindenkit kis finom szendvicskékkel, és egy borocskával, üdítővel, pogácsával, a gyerekkönyvtár része, ne siessenek, beszélgessünk, legyünk együtt, amit tudunk, és akkor átadnám a szót a Szibet László képviselőtársamnak, hogy akkor mondja el gondolatait. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kívánok. Nagy tisztelettel köszöntöm professzor urat és önöket, benneteket. Én kértem ezt a kis alkalmat, hogy a nyilvánosság előtt átadhassak egy emléklapot tiszteletem jeléül. Az emléklap részét képezi egy költemény. Geors és Gyula 56. október 27-én írt költeménye, amit szeretnék önökkel megismertetni, és ennek felolvasására szeretnék kérni Miklós. Geors Gyula, igazság és szabadság. Az igazság sok könnyet érdemel, könnyet, erőd és fáradtságot. A szabadság már vért is követel, mégis a szabadság az áldott. Az igazságot démoni kezek ezer darabra törték itt a Földön. A szabadságot Isten védte meg, hogy mindeneknek egyként üldököljön. Az igazság az enyém kincse vára, ki hogy felfogja, úgy viszi tovább. A szabadság a várok közös álma, megvédi minden igazság jogát. Az igazságot bölcsek szava védje, s rendezzenek, ha kell, ezer vitát, de más fegyvert senki se fogjon érte, csak saját fegyverét. A logikát. A kisebbség igaza szent legyen, de uralkodni ne legyen joga. Többség döntsön a közös ügyeken, de ez se váljék zsarnokká soha. Egy szebb jövő sok harcot érdemel, harc minden élet első záloga. A szabadságunk vért is követel, de tűnik már a zsarnokság kora.
köszönöm szépen ezt az emléklapot, annak az ügynök szeretném átadni most önök jelenlétében, és gondolom nem csak a saját nevemben, hanem az itt lévők, illetve az összes, remélhetően az összes polgári nevében. Annak az úrnak, aki több mint 30 évet szentelt annak, hogy Balatonboglár szellemi, épített és természeti örökségeit védte, és köszönhetjük Georgs és Júla kiadványát is többek között neki, és én nagy tisztelettel kérem, hogy ezt az emléklapot vegye át Balászlóra. Szépen Sodónak is, Kalász Józsefnek ezt a több mint 30 évet a Városvédelmi Fertérén. Valóban nagyon sok rendezvény, fórum, előadás, kiadvány, könyv, újság, nem is tudjuk felsorolni, hogy mennyi minden végzett ő, és tettem valóban Bogár a többi 30 év, meg a korábbi időket is. Köszönjük szépen, és akkor most felkérjük professzorról tartsa meg előadását. Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást, ez megtisztelő, és tényleg gondolom, hogy ez szerint akkor nem volt unalmas az előző két mutatványt, hogyha van kedvük egy harmadikra, amelynek a főszereplője tényleg egy olyan személyiség, aki valahogyan sajnálatos módon, de nincs benne úgy a magyar nemzeti emlékezetben, ami közösségünk hagyományvilágában, ami pedig megjelenne. Ugye ma a történészek úgy látják, hogy annak a csodálatos korszaknak, amit a reformkornak nevezünk, annak a négy legnagyobb figurája, tehát a négy olyan legnagyobb, aki mind gyakorlati tettekben, mind gondolatokban, teóriákban, ideákban, elméletekben a legtöbbet tette hozzá ahhoz, hogy a bomló, nyomorú, szomorú, feudális világból létrejöjjön a modern Magyarország, a polgári Magyarország, a piacgazdaság, a parlamentáris berendezkedés és a civil társadalom. Tehát ennek a lenyűgöző átmenetnek, aminek az áttörő nagy pillanata az a 48-49, ugye, ami alapító mitoszunk a modern magyar nemzet életének talán legjelentősebb sors volt, de az előkészítő időszaka a reformkor, és ebben a reformkorban négy nagyszerű, persze hihetetlen nemzedékek vannak itt. Most amikor ezt a négyet most ki fogom mondani, fogják érezni ennek az igazságtalanságát, hogy ki mindenki van még, aki ebben nem tartozik bele, de egyszerűen ugye azért mégiscsak valamiképpen koncentrálnunk kell, hogy a tetteket és a teljesítményeket személyekhez is kössük. Ugye ez a négy figura Széchenyi István, Veselényi Miklós, Deák Ferenc és Kossuth Lajos. Ugye Széchenyi és Veselényi, ők a 30-as évek ősei, Deák és Kossuth a 40-es évek. Nagy barátság, ez a Széchenyi és Veselényi legendás barátság volt, de nagyon jó barát volt Deák és Kossuth is. De úgy beszéltünk róla, hogy Kossuth első fiát az hívták Ferencnek, mert Deák volt a keresztapja. Tehát ők a 40-es években nagyon szoros elfbarátok voltak, később azután, hogy a történelem bonyolult lett, új korszakok jöttek, új problémák jöttek, és végül is a század második felében Kossuthot és Deákot nagyon komoly ellentétek is szétválasztották. De a reformkor, amiről beszélünk, ott őket egy nagyon szoros szövetség és szellemi, politikai együttműködés jellemezte, de ugyanúgy a 30-as években Széchenyit és Veselényt, sőt, ugye a folyamatot világosan látjuk, mert Veselényét Kossuth mindig is mesterének tekintette. Ugye nem tudtuk olyan nagy
életmű, csak 6 évvel volt idősebb Veselényi. De majd, amiről ma beszélni fogok, az a szerep, amit Veselényi betöltött, az, ahogyan ő a reformmozgalmat tulajdonképpen országos pályájára állította, hogy ez hogyan, miképpen alakult, és hogy ebben azután Kossuth milyen, tehát hányféle kötődéssel szentelte magát annak az útnak, amit Veselényi tört és mutatott be, ez nagyon lényeges eleme ennek az egész korszaknak, amiről beszélünk. Előbb pár szót a családról, ugye nem akárkikről van szó, a Veselényi család története visszanyúlik 16. századhoz, és az a legelső Veselényi Ferenc, aki fölemelkedik, elsősorban Lengyelországban, tehát a család maga nógrádi, ott van egy Veselényi puszta, honnan származnak, aztán a végvári harcokban Veselényi Ferenc Erdélybe keveredett, és Erdélyben a bátoriaknak lett familiárisa, egy bátori Istvánt látjuk, az erdélyi fejedelmet majd lengyel király, és az ő szolgálatában emelkedett föl Veselényi Ferenc, egyébként elsősorban a lengyelországi korszakban, ugye azért látjuk itt Jagelló Annát, a bátori feleségét, megjegyzem zárójelben, hogy a látvány az szépít, tehát Jagelló Annát nem volt olyan szép, mint ahogy ezen a képen látszik, de hát ugye ő volt a Jagelló család utolsó egyenesági leszármazottja, egy bátori, azzal a feltétellel lehetett lengyel király, hogy Jagellónát elveszi feleségül. És amikor ugye megérkezik Krakóba, és az urak ugye bevezetik a palotába, sőt az ágyasházba, és megpillantotta Jagelló Annát, akkor megtántorozhatna, urak, ezt nem kívánhatjátok tőle. De hát hatalom, ugye hatalom az ilyesmiket felülírja, ugye ez is bekövetkezett. Az ő történetük egy külön egy másik történet, máshoz szól. Lényeg az, hogy bátori lengyel királyi udvartartásában lett Veselényi komeszerre. A címerre is abból az időből van, az látjuk, ez egy szirén táblázó, talán nem mindenki így képzeli el az Odysseus, hogy ez a sziréneket, ahogy ez az a város lény, hármas rózsaszállal kinéz, de hogy mondjam, a gyönyörű nők egyébként a Veselényi történelemben nagyon komoly szerepet játszottak, még egy ott előbukkan majd, de ezek szerint nem a címer szirénye is vette ezeket a kapcsolatokat. Ez a gyönyörű reneszánsz síremlék, ez Krakóban Veselényi Ferenc sírja volt. Sajnos ez a ferences korsorban sem elpusztult, csak egy-két kődarabja van meg, de mielőtt a pusztulás a 19. században végén bekövetkezett volna, lerajzolta egy nagyszerű művész, és ezért látjuk ezen a képen. Tehát Veselényi Ferenc alapozza meg a család vagyonát és befolyását, amelyet utána még magasabbra jön az unokája, Veselényi Ferenc. Ez az a Veselényi Ferenc, aki aztán újra már nem az erdélyi, hanem a magyarországi politikában játszik döntő szerepet, ő az, aki Murány várát ugye megszerzi, és Szécsi Máriával kibontakozik a szerelme, ami az egész magyar barokk korszaknak az egyik lenyűgöző története, és ő az a Veselényi Ferenc, aki aztán nádorságra emelkedik, és ő lesz az Zrínyiekkel együtt, a Bűnés és Nádorgyekkel együtt, az úgynevezett Veselényi összeesküvésnek az egyik szervezője, de ilyen a világ, ugye, vírusok, baktériumok, nem tudjuk, ugye egyszer csak váratlanul meghal. Ugye a régieknél, ugye amikor még a mikrobiológia nem létezett, ugye nem lehet tudni, nagyon váratlan haláleseteknek is. Lehet, hogy olyan nyilvánvaló orvosi oka volt, amit akkoriban még nem tudtak fölismerni. Az, hogy léteznek baktériumok és vírusok, azt már tudták, mert Leeuwenhoek, a nagyszerű holland kereskedő, aki ablaküvegből csiszolt lencsét, ugye megpillantotta a bablevesbe, hogy ilyen kis háromnak után, akin hagyták az asztalon, ugye, hogy ilyen kis pálcikák, meg egyebek zsizsikelnek benne, de hogy ezeknek az emberi betegségekkel bármi köze van, ez csak a 19. közepén Pasteur jön majd erre rá. Tehát a tudás ugye, és az összefüggések, azok ugye, az elemek ugye, lehet, hogy jóval korábban megvannak, de az összefüggések később bontakoznak. Nem tudjuk tehát, hogy miért halt meg Veselényi, viszonylag fiatalon. A többieknek ugye
leleplezték az összes könyvet, itt ugye a Bécsújhelyi kívánc kivégzést látjuk, ugye Zrínyi Péter, Nádasdy Ferenc és Frangepán Ferenc az ő barátai és társai, akiket kivégeztek. Ugye mai napig Bécsújhelyen van egyébként emlékköve a kivégzésnek, ha a templom az valahogy fölkesi, megnézheti. Most ez a Veselényi Ferenc, pocsában az ő öccse, a Pálneri öccse, a mi Veselényiknek a hatodik öregapja volt. Tehát fölfele nézve, ugye apa, nagyapa, dédapa, szépapa, ősapa, és az, onnantól kezdve mindenki ősapa, ugye, tehát a szépapát, tehát a hatodik fölmenője volt ennek a Veselényinek a öccse Pál. Az ötödik leszármazott, a mi Veselényi Miklósok édesapja, idősebb Veselényi Miklós, őt hívták így a magyar történetben a Zsibói Bölén. Egy elképesztően indulatos ember, valószínűleg karakterében, roppant művelt, elképesztő fizikai energiákkal, egy hihetetlen sportember volt, rendkívül művelt filozófiailag, irodalmilag, de nem tudott az indulatainak, nem tudott a benne fölgerjedő haragnak parancsolni, és ebből borzasztó problémák voltak. Nagyon jó barátja volt például a Kazinczy Ferenc, ez mutatja a színvonalat, ugye a magyar irodalmat, a modern magyar irodalmat megszervező Kazinczy Ferenc nagyon jó volt. Hihetetlen ókori műveltsége volt, Horácius, Vergilius kívül tudta. De ha egyszer elkapta a nagy magyar indulat, akkor ott kőkövön nem maradt. Hihetetlen indulatosságokra volt képes. Ezért azután tulajdonképpen soha nem is futott be semmilyen komolyabb karriert. Középszolnok megyében ugye ez az úgynevezett Párcium, tehát az a része Magyarországnak, amely az erdélyi fejedelemnek tartott egy időben, ott terülnek el a Veselényi birtokok Zilakkal a központban, és hát ott a megyében játszott szerepet. Erdélyben magában ritkán, tehát élete vége felé az erdélyi nemesi felkelésnek volt egy rövid ideig a parancsnoka. Hihetetlen lovasbravúrok, elképesztő dolgokat művelt, de ezek a minták, tehát ezeknek az örök lését ugye jól látjuk, mert Veselényi Miklós számára az egy komoly probléma volt, hogy az édesapa örök, hogy egyrészt megugorja azt a szellemi szintet, amivel az apja rendelkezett, másrészt pedig legyőzze azokat a rossz késztetéseket, amiket az indulatos természet, az arisztokrata, a gőg és ezek jelentek. Csak egy történet, ugye, sokféle verziója van, ez a Vasárnapi Újság lerajzott egyik sztori, hogy milyen tréfái voltak Veselényi Miklósnak, az idősebbnek, ugye? Néha meghívott vendégeket, olyanokat, akiket az erdőben megcsipkedt. Szóval, na menjünk el egy kicsit kocsikázni. És akkor felülnek a szekérre, és egyszer csak egy lefelé menő, ez persze költői a táj, ugye a rajzoló, ugye kitalál egy tájat, ahova történik, ahol az anekdóta illeszkedik. Tehát egy ilyen völgyúton váltott lefelé a szekér, és egyszer csak iszonyatosan rászadik az egész, és egyszer csak Veselényi fogja, és a gyeplőt odadobja a lovak közé. És ilyen kérdezteszt meg, hogy most nem akarom elmondani, hogy ugye mi minden történik, ugye a körkörös, gyűrű, záróizmokat ugye hogyan sikerült ugye úgy kontroll alatt tartani, hogy ebből ne legyen probléma, hát sikoltozás, üvöltözés, stb. És amikor már a szakadék szélén vannak, akkor csak füttyent egyet hirtelen, és mind a négy ló úgy vannak betanítva, ugye befékez, és tehát, ahogy jó beszarassa őket magyarul, de a történészek nem használnak ilyen kifejezéseket, ezeket a mindennapi életből ugye veszük át, hogy érzékeltessük, hogy mit. Most imádta az ilyen durva, gonosz poénokat. De roppant érdekes a házassága. Ugye jó barátja, Cseréi Farkas mesélte neki, hogy a cseréiek katolikusok, a Veselényiek reformátusok. Mesélte Cseréi Farkas neki, hogy van az ő drága hubocskája, Cseréi Helena, és a család kitalálta, hogy apácát csinálnak belőle. Nagyszebenben, a század fővárosát látjuk, Nagyszebenben egy zárdába van bezárva, és ő nem akar apáca lenni,
de a család durva akarata ezt rákényszeríti. Ha lenne egy olyan férfi ember, aki vállalná ezt a konfliktust, és Veselényén, ugye biztos, hogy most ezt magunkat elárultuk, akkoriban az volt a dél, hogy a sikert mi volt még ez még nem létezett, ugye? De volt elefántcsont miniatűr, ugye? Ahova lehetett felsőnként. Tehát azért szerintem, hogy előtte megnézte Ilonkát, ugye Helénkét, Csinibaba, és megrohanta az Árdán. Ott voltak a fegyveresei, és nagyon párbeszédbe elegyedett a főnök nővel, hogy mi legyen, és ők azt gondolták, hogy talán jobb a békesség, és ölve kapta Helénát, kihozta. Ebből még azt kérdezik, és akkor jön egy hülye, megjátsza magát. Szerencséjük volt, tehát egy nagy szerelem. Tehát, hogy igaz, mert szerelem. Persze szegény Cserei Heléna iszonyú, mit szenvedett ugye a bölén természetű idősebb esemben, de egy nagy-nagy szerelem volt. Olyannyira szerelem volt, hogy a katolikus Cserei Heléna átért a református hitre. Ugye ezt próbáltam itt érzékeltetni a református templomok ugye csúcs jeleivel, ugye sokszor a betlehemi csillag, mint buzogány ugye jelenik meg, vagy mint a kakas. Ugye a kakas, ami Péter apostolt, ugye arra figyelmezteti, hogy ne tagadja meg Jézust. A kakas szó ugye az új korszak, az új hit hajnala, tehát nem véletlenek ezek a szimbólumok a reformáció önértelmezésében. És vállalta Cserei Heléna, ami egy iszonyatos kultúra volt akkoriban, ugye 6 heti oktatás volt elő. Tehát ha valaki katolikus akart lenni, az kb. 4 percben tellett, bár a muszlim, vagy vudú, vagy zsidó, vagy Oneida indiának Jurontóról, az 4 perc alatt tud katolikus lenni. De ha valaki ki akar lenni meg a tűzetebben az időben, 6 heti oktatás, 2 teljes hónapon át, ugye kell járni a agymosásra, és vállalni a közösség előtt. Ugye ez bizonyára csak egy undorító protestáns pletyka, hogy időnként a 6 heti oktatásra Kolostorba zárt kislányok már terhesen jöttek ki belőle. Ne dőljünk be az ilyen rút, nyaklas kálvinista pletykáknak, egyszerűen duma. De az biztos, hogy ez egy borzasztó. És ezt vállalta Cserei Heléna, vállalta az apjával, az anyja megbocsátott, az apja nem bocsátott meg, gyakorlatilag kitagadta a lányát. Ezek nagyon akkoriban még ez hiába, hogy a 19. században már ugye kialakul egy olyan út, tehát tulajdonképpen a polgári vallási kultúrának kialakul az új szintje, amikor már megkezdődik az eloldódás a konkrét felekezeti viszonyoktól. Ugye a világ kultúráról benyomások, annak a fölismerése a nagyföldrajzi felfedezések révén, hogy hány ezerféle vallási kultúra van a világon. És ezeknek mégis a központi erkölcsi tanításuk az szinte teljesen ugyanaz. És ez a tanítás tulajdonképpen nem más, mint a csoport élet legalább normái. Ne ölj, ne lopj, ne bánsd, tarts tiszteletbe, ugye azt akard neki, amit magadnak akarsz, ne tedd neki azt, amit nem szeretném neked. Minden vallás morális üzenete ez. A kérdés csak az, hogy milyen közösségre nézve tekinti az érvényesnek. Hogy vajon csak egy törzsi világra, vagy kizárólag a saját hitelveit elfogadó világra, vagy pedig minden emberi lényre. Tehát ez az élmény a 19. században többen elkezdi oldani a felekezeti feszültséget. Tehát Cserei Heléna útja nem kizárólagos út. De kétségkívül ez lassan megy, pláne, hogy az állami törvények ekkoriban még nagyon kemények. Tehát már ugyan megvan a tolerancia, mert II. József tolerancia rendeletét az 1790-es országgyűlés a 26. törvénycikkben törvényesíti és elfogadja, de ez még csak tolerancia. Tehát azt jelenti, hogy tűrjük. Ugye a katolikusok, mint államvallás, eltűrik, hogy legyenek protestánsok, hogy legyenek evangélikusok, reformátusok, unitáriusok, ugye csak eltűrik. Tehát egy teljes egyenlőtlenség van. És a 19. század nagy vallásügyi küzdelmeiben ugye ez rendszeresen zajlik is, több mint az egész folyamat.
Valóban az igazi vallás egyenlőség és vallás szabadság csak 1895-ben. Tehát a 95-ben legvégén valósul meg. 1895-ben. Hát képzelhetjük az idősebb eselényét ugye az indulataival, ugye, hogy még jobban imádta a feleségét, mert ilyen áldozatra volt képes ő érte. De ez sajnos, ahogy mondjam, a szerelmük, ő nem korlátozta semmilyen indulatában. És amikor a szomszédos birtokossal, a Haller grófokkal súlyosan összeveszett, akkor a gorbói birtokot szabása megtámadta. Tehát felfegyverezte a jobbágyat egy olyan 120 fős hadsereggel, átvonult Gorbóra, megrohanta. Haller megneszelte és lelépett, de ott maradt a várné, akiket Veselényi szabályos városban elfoglalt. Ma már csak romok vannak meg, ott látjuk a baloldali képen a gorbói kastély maradványait. És akkor ugye ott bizony ott megalázkodás, ott hasoncsúzás, tehát mindenféle középkori borzalom volt, hogy ugye a szomszéda iránti utálatát és gyűlöletét levezesse. De azért már ugye a modern bürokratikus állam is elindul a maga útján, a szakszeri ügyintézés, feljelentik II. József császárnál, ő kirendeli a katonaságot, Veselényi még egy-két hónapig próbál bujkálni, de végül letartóztatják, és Kufsteinbe zárni. Tehát II. József császár, akinek a szobrá, ez a magyar parlament. A magyar parlament oldalában fönt van az összes magyar uralkodóknak a szobrai, még akik nem koronázták meg, az is. Tehát ez II. József szobra a budapesti parlament oldalán. Nos, a császár úgy döntött, hogy Kufsteinbe kell zárni Veselényi Miklóst. Kufsteinbe 5 évet ragoskodott Veselényi. Megserezdült, amikor kijött. Pont ugyanott folytatta. Tehát olyan, vannak jellemek, ugye, amelyeket a fogság megbújít, vannak amelyeket megkeményít, de vannak jellem olyan kemények, hogy nem lehet semmit sem változtatni. Hát ugye az idősödéssel bennőtt a fejelágya, ezt sem mondhatjuk. Tehát ez életkorban is ezek a dolgok érvényesülnek. De roppant érdekes, hogy a reform eszmény is érvényesülnek, ugye? Szabad kőműves volt, ugye itt látunk egy beavatási szertartást éppen a leterített szőnyegen, ugye a Salamoni templom látszik, mert a szabad kőműves szimbolikában a bölcsesség otthona a Salamon király temploma. És az Ószövetségben benne van, hogy a Salamoni templom bejáratánál két oszlop van, a Jákin és a Boáz oszlop, ugye, és ezeket szimbolizálja itt ez a rajzolat. És a fiatal felavatott, ugye, akit beavatásoznak, többen abban a bölcsességbe vezetődik be, ami Salamon királyhoz vezethető vissza. Mindenki tudja, hogy a szabadkönyvesség szimbolikája az egykori katedrális építő páholyokra, tehát valóban a kőművesekön vissza, ugye ezért vannak például kőműves kötényben, ugye, vagy ugye kalapáccsal, a munkákat kalapáccsal, tehát úgy ütik le, amikor az egyes pontok jönnek egymásra, talán amit megtárgyalnak. A szabad, ugye, vagy itt van, ez is a kőműves szimbólumok, ugye a derékszög és a körző. Ugye a G betű az a nagy geométer, tehát a nagy építő, a nagy világ alakító, tulajdonképpen az Úristen szimbóluma. Ez is mutatja, hogy a szabadkőművesség az nem ateista, hanem csak egy vékony ága az, amely kifejezetten már ugye a modern korban, de még az se igazából ateista, hanem csak közömbös. Tehát azt mondja, hogy a tagok döntik el, hogy hova akarnak tartani. Az, hogy a szabadkőművességet a modern katolikus egyház milyen ellenségi avatta, ez egy bonyolult történet, ez egy másik történet, nem tudunk ebbe belemenni. Elegendő annyit megértenünk, hogy az erényszövet, tehát az erények követésének kötelessége, a páholyoknak a legfontosabb öröksége, üzenete, és ezt az idősebb Veselényi követi, pedig pont úgy, mint a hazaszolgálatát.
Ugye itt egy nemesi felkelő tisztet látunk, ezzel szimbolizáljuk Veselényi hazafias érzését. Egy bontakozó közösség, a magyar nemzet, ugye egy új típusú kapcsolattípus ez. Az előzményei ott vannak a középkorban, a gazdasági létfenntartás közössége, az ennek során átért történelmi tapasztalatok, ezeknek hagyományozódása a családon és a csoporton belül. Ezek az élmények már korábban is kirajzolnak csoportokat, de ezek az élmények igazi, új típusú pszichológiai köteléké a polgárosodás hatására válnak, mégpedig a piacgazdaság hatására, mert az olyan szoros együttműködést hoz létre, amely sokkal mélyebben tudatosítja ezeknek a közösségét, a nyelvnek, az együttműködésnek, a családi stratégiáknak a közösségét. Mert ennek során úgynevezett sztereotípiák alakulnak ki, amelyek egyes csoportokra jellemzőek, és ezek egy olyan pszichológiai tudatosodáson mennek keresztül, amit azután a modern gondolkodás nemzeti érzésnek, nemzeti élménynek nevez. Nos, ez a nemzeti élmény, ugye a magyarok esetében a középkori nemesi nemzettudat modernizálása, de ennek még az elején vagyunk, ugye itt hogy a nemesség még érték lehet, ezt még ugye az idősebb Veselényi átéri. És ezt, de nem csak ezt adja a fián, átadja neki a kultúra szeretetét. Az idősebb Veselényi egy nagyszerű színház támogató volt. Ő mentette meg a kolozsvári színtársulatot, ugye a vándor színészeket, a teátristákat, ő mentette meg, és kifizette az adósságaikat, és ettől kezdve, ugye, 1997-től, igen, mert a börtönben volt 90-től 95-ig, ugye, 96-ban született Miklóska, ugye milyen érdekes, ezt csak egy zárója, és az egy régi szovjet vicc, mindenki emlékszik rá, hogy amikor ugye Ivan Ivanovics, ugye a röntgen sugarazt, nem röntgen találta ki, ezt évedért, ezt Ivan Ivanovics, orosz tudós találta ki, aki ugye 10 évig volt Szibériába, és amikor hazatért, és meglátta a 12 gyerekét, akkor azt mondta, hogy átlátok rajta, te büdös tehát ezt azért mondta például, hogy hány szálon ugye kötődik a mi korunkhoz, minden, ami történik. Ugye a teátristák támogatása. Mert mit csinál ugye Veselényi? Beszáll anyagi. Tehát 97-től 1909-ig ő maga is részt vesz, turnékat szervez a színészeknek, és ha jó bevétel van, akkor ő is részesül belőle, ha viszont bukás van, akkor a sajátjából fizeti ki. Ezt a mindent. Továbbá egy olyan vadásztársaságot hoz létre, ami a felvilágosodás legszebb morális céljait kell, hogy tehát egy önművelés, az önreform, az öntökéletesedés tulajdonképpen a vadásztársaság, a Diana vadásztársaság feladata. Ennek megvan az alapszabályai. A kis Veselényi ugye ezt kis gyermekként olvasgatja. Tehát nem csak azt tanulja az apjától, hogy átmegyek a szomszédhoz és szétrögök a valagát, hanem azt is, hogy hogyan kell a magyar kultúrát támogatni. Ugye milyen érdekes az a vers, nem azt mondom, hogy egy Arany János, ugye, de azért mégis csak ugye a helyére, ugye tehát, hogy megpróbálta megfogalmazni a századfordulós költő, hogy mit is tesz Veselényi. Veselényi, akinek ugyanakkor a családi boldogság nagyon-nagyon nehezen. 14 gyerek volt, és ebből 10 meghalt. Azért még akkoriban is a gyerek halandósága azért az borzasztó dolog volt. Ugye majd ugye Semmelweis mester, de még Semmelweis se tudta a mikrobiológiáját, tehát ezért nem tudta elfogadtatni a tudományos közvéleménye, amire ő gyakorlatilag rájön. Tehát amire Semmelweis rájön, azok az eljárások, az kicsit olyan, mint amilyen a járványvédekezés, a karanténrendszer, amiközben fogalmuk se volt arról a tengerészeti hatóságoknak, hogy valóban a pestist mi okozza, hogy azt egy baktérium okozza, amit a bolhák közvetítenek, a bolhák pedig a patkányokon, a patkányok pedig a hajókon. Tehát erről fogalma se volt senki. Azt tudták, hogyha jön egy hajó, a dolog gyanús, akkor aki rajta van, azt 40 napig elzárjuk, és 40 napig nem tör ki a vezetőség, akkor tuti, hogy nem lesz senkinek semmi baja. 40, ugye, olaszul 40.
Tehát a karantén szó az ebből származik, ebből a 40 napból. De ezt ők nem azért tudták, mert tudták, hogy mi van az egységtűvel, fogalmuk se volt róla. Egyszerűen csak tapasztalatilag tudták, hogyha 40 napot van, mert ez ennek a lappangás ideje. Tehát a 40 napot tudja, hogy kijön. Csak akkor nem jön ki, ha nincsen. Tehát akkor őket követnek. Tehát azt akarom mondani, hogy egy ilyenfajta gyakorlati tudás, ugye Semmelweis már a 1900 közepén ugye a gyermekágyi lázról kitalált, de hát ez a korábbi időszakokban abszolút nem létezett. Tehát sajnos, tehát óriási mázli volt, hogy Cserényi Helena ugye nem halt bele a 10 gyerekbe. A kis Miklóskát látjuk itt, kislányruhában, akkor az volt a divat, hogy a kisfiúkat olyan 6 éves korú kislányruhában öltöztették, el nem tudom mi az oka. Ezt nem tudom megmagyarázni. Tehát azt gondolták, hogy még nincs nem identitás, nem tudom. A Habsburg főhercegről ezek a fotók, még a szárazföldön szerzett, ott Trón örökös kis tűzszoknyával van, ugye 4 éves korában, tehát hátborzongató van gyönyörű. A fiatal Miklóska ugye az egyetlen, aki megmaradt, hát ez aztán persze természetesen nem akármilyen vigasz volt. És amikor 1909-ben meghalt idősebben Serény Miklós, ugye akkor 13 éves volt a fia, ugye, akkor a megye meg minden meg akarta rohanni őt, ugye gyámság alá helyezni, stb. És ezáltal beülni a Veselényi vagyonba, akkor Cserei Helena ugye írt egy levelet a kancellárnak, az eddigi kancellárnak, Teleki Sámuelnek, és Bánfi Györgynek, a gubernátornak, a kormányzónak, hogy ne hagyják ezt. Mert hogy ő minden becsületes édesanyja, miért kellene ugye másoknak parancsolni? Holott magamat arra semmi rosszasággal méltóvá nem tettem, hogy anyai tisztemtől megfosztassam. Annyira igaza volt, hogy a Teleki Sámuel nagyon nagy fej volt, ő Erdély kancellárja, ő azt mondta, igaza van. És meghagyta az anya kezében a fia fölötti gyámságot, Bánfi György ugyanezt támogatta. Tehát ezért tudott érvényesülni az, hogy Cserei Helena ugye a fia nevelési programját úgy tudta folytatni, hogy azt még az apja annak idején kitalált. Rengeteg anekdóta van, ugye 6 éves korában egyszer, hogy kijött a kisgyerek, ugye egy ló rápröszkölt, mire megijedt tőle, mire az apját elkapta és feldobta a gyereket a lóhátára, és rácsapott a lóségére. Azt pedig kivágtatott az utat. Ugye, akkor már 9 gyermek meghalt, ugye, ő volt a 10. Az anya berohant, befúrta a fejét a párna alá, és elzokogta, hogy a 10. is annyi. Egyszer csak nagy vihorászás szarkintről, a kis karamból nem hagyta magát, ugye. Bizony, jól megkapaszkodott a ló, hát a sziába ráncigálta ide, de kutya vagy. Sok ilyen történet van. Egy része nyilván kamu, mint minden ilyené, amik vándor anekdóták, de valaminek bizonyára kell benne lenni. Mit mondhatunk? Azt mondhatjuk, hogy az apa ezt a kettősséget, tehát a szellemi és a testi nevelést ugyanolyan fontosnak tartotta. A 18. század az a pedagógia nagy, hogy mondjam, csúcs század. Ekkor jönnek rá arra, hogy a nevelés még mindent jelent. Hogy tulajdonképpen az emberré válásban, hogy kiből mi lesz, ebben a pedagógia hihetetlen döntő szerepet játszik. De nem véletlen, hogy erre rájönnek, mert ugyanaz a korszak, amikor rájönnek arra, hogy az embereket úgy is el lehet képzelni, hogy jogok születnek velük, ez nem magától értetődő, ez egy vállalkozás. Az emberiség úgy dönt, hogy úgy fogja föl saját magát, hogy születésétől fogva az embereket jogok illetik meg. Ez a döntésből az is következik, hogy ha valaki műveletlen marad, akkor azt lehet vele tenni, amit csak akarna. Tehát ha azt képzelem, hogy az ember döntet a saját sorsáról, akkor abban pillanatban nevelnem, tanítanom, oktatnom kell. A pedagógia és a demokrácia, tehát elválaszthatóan egymástól.
mert minél kevésbé művelt, persze a művelt ember is lehet végtelen hülye, ostoba, stb. Önmagát fővel löveti, kész a Balaton, stb. Tehát bármilyen ostobaságot csinálhat. De biztos, hogy aki tanul, aki művelté válik, az kevésbé lehet becsapni, kevésbé lehet tönkretenni. Tehát mindenképpen a tanítás, a nevelés együtt kell, hogy járjon a joggal, hogy valaki a saját sorsáról dönthet. Tehát aki az oktatást bántja, ugye azon van a demokráciát bántja. Mert a két gondolat egymástól elválaszolatlan. A tanításban pedig a kettősséget kell megvalósítani, a fizikai nevelést és a szellemét, ugye? Ógörög, ugye van még azt elérhetetlen, hogy remekült az ógörög. Veselényen, a fiatal veselényén, ugye nem csak franciául tudod, németül, románul, magyarul, természetesen ezeket, hanem például ógörögül is remekül tudod. Jelezve ugye a műveltségnek azt a szintjét, ahova művel. Olyan szinten van ez, hogy már 9 éves korában Kazinczy azt írta róla, hogy ő ugye a magyar ifjúsági princesz, az fejedelmet is jelent, tehát a fiatal nagy, nem csak azt jelenti, a fiatal Magyarország fejedelem, azt jelenti a magyar ifjúsági első, tehát ő a legelső magyar ifjú, írja róla. Mint egy megelőlegezve ezt a sorsot, ami majd valóban megérdemli. És a nevelés titka a nevelő, ugye Pataki Mózes egy kolozsvári professzornak a fia, egy remek, nem csupán kitűnő nevelő volt, hanem nagyon jó barát. És ez az apa elveszítése után ez egy nagyon, nagyon fontos eleme volt Veselényi felnőtté válásának. És a színvonalat ugye jelezhetjük ilyen barátokkal, mint Kazinczy Ferenc, vagy Döbrentei Gábor. Döbrentei talán egy szerényebb literátúrtus ember volt, később az akadémiának volt az első titkára, tehát Széchenyi sokat dolgozott fel, de amikor ő Erdélyben volt Gyulai Lajos nevelője, akkor remek tervei voltak például, hogy melyek azok a legfontosabb külföldi színdarabok, amiket le kéne fordítani, és baráti kör szervezett erre, és a fiatal Veselény is részt vett ebbe, tehát fordított le németből, ugye, Schillernek, vagy most nem ugrik be, hogy megy, egy Schiller darabot például lefordított magyarul, és akkoriban még élt benne, és amit hogy hátra író lett belőle, nem lett belőle író, de kitűnő értekező lett belőle. Majd pedig a nevelést ugye beteljesíti a külföldi utazás. Nem csupán Magyarországon utaznak rá, nem csupán Bécsbe tartózkodnak, hanem Észak-Itáliában, Velence, Pádova, vagy a Gardató, Itália levegő. Ezt ugye Barabás Miklós egy gyönyörű akvarellével érzékeltetjük. Barabás 1931-35-ben járt Itáliába, és az angol akvarell művészet érvényesül ezen a szinte impressionisztikusan gyönyörű képén, ez Velencében a Santa Maria della Salute ábrázolja, és a Dogánát, ugye, ahogy a Canal Grande kifut a San Marco előtti lagúnára, érzékeltetti azt a csodaváros, ugye a műkincsekkel teli ékszert, ugye, ahol az európai műveltséget kanalazza be két kanállal. Veselényi majd, amikor jönnek hazafele, akkor szinte egy irodalmi zarándok. Ugye Néklán Berzsenyi Dániellel találkoznak, Keszthelyen Festetis Györgyel, a Georgikon alapítójával, a Helikon Györgyel, Kisvaludi Sándor, a költőt keresik fel, Sümege, ugye a Balaton költőjét, vagy Dukán, ugye Takács Judit, a Dukai. Takács úr Juditot, aki az egyik nagyszerű magyar költőnöknek az egyik. Ezek az élmények ugye a fiatalember számára nem csak azt jelzik, hogy az európai műveltséget hogy lehet elsajátítani, hanem hogy hogyan lesz ebből veretes magyar műveltség. Ugye a magyar klasszicizmus legnagyobbjai, ugye hogyan élik át azt az élményt, hogy az ókori írók teljesítményével hogyan lehet értelmezni a magyar történelmet, hogyan alakul ki az, amit Polszky Ferenc röviden úgy fogalmazott meg, hogy miért jó magyar embernek lenni? Hát azért, mert itt a földből római sírkövek jönnek elő.
Tehát a Nemzeti Múzeumot azért kell kitapétázni római sírkövekkel, mert a magyar nemzeti élményünket értelmezi az, hogy mi a klasszikus antikvitás utódai vagyunk. De legalább ilyen tanulás volt Veselényének a nagy erdélyi inség. Ő maga is foglalkozott ezzel, ugye itt sokszor, ugye sok inséges évek vannak. Tehát kiderül az, hogy pillanatok alatt a jobbágyai iszonyatos éhség hullámokkal kell, hogy megküzdjenek. Nagyon érdekes ez a Rumford leves, ez egy bajor gróf volt, aki Amerikába járt, és Amerikába vizsgálta, hogy a szegénységgel mit lehet kezdeni. És a népkonyha rendszer, az inségkonyha rendszert ott tanulta meg, és kialakítottak egy ételfaj, ez egy egytál étel, ami ilyen sárga borsó, korpa, kenyér, mindenféle ilyen egyszerűbb kaják vannak benne, de nagyon tápláló tud lenni. Ez már az a verzió, amit látunk, hogy ebből már csináltak valódi, tehát mondjam, a polgárember asztalára is való étel. A mai napig létezik ez, mint fogás, ugye, a Rumford leves. Most ezzel próbálkozott Veselény, tehát ingyen konyhát állított föl. Először gondolkodott azon, hogy olyan gabona és török húzat, vagyis kukorica raktárat kell létesíteni, amit ha éhínség van, akkor ki tudja osztani a saját jobbágyúját. Ez mondjuk ez egy angliai kép, tehát ez csak érzékeltettem a népkonyha hangulatot, ugye nálunk ez sokkal középkori viszonyok között van. A harmadik iskola a saját birtok, a zsivói uradalomnak a modernizálása, és ebben döntő munkatársa volt Kelemen Benyámin, a jószágigazgató, csak ilyen öregkori képe van, tehát mindenki most az agyában, ugye vonja vissza, ugye kicsit be kell feketíteni a szakállát, ugye kicsit ahonnan elmenekült a frizurája, ott disszidált a frizurája, ugye azt oda kell képzelni, hogy mi minden gyönyörűség működik. Kelemen Benyámin egy jó orvási koponya volt, óriási olvasottság, hatalmas műveltség, és nem volt benne a képesség, hogy a jobbágynak, az allodiázi gazdaságban, a cserédeknek 17.622-szer is elmagyarázza, hogy hogyan kell a gépeket bevezetni, hogyan kell a legelővel különbséget csinálni. Tehát elképesztő maga szinten, de Veselényi dette ugyanígy. Tehát ő mindenben részt vett, sőt a ménesben, ugye, egyik régi, híres erdélyi ménesnek a ügyeiben azokat ő intézte. Tehát csak nem is Kelemen Benyámin, hanem maga Veselényi. Tehát a feudális nagybirtok modernizálása, a robotgazdálkodásról való áttérés, a tőkés termelési módra, ennek a korai időszakában vagyunk, de ebben Veselényi élen jár. Nagyon érdekes, hogy ez a fajta tudás még a politikai tudatosodásban még nem párhuzamos ezzel. Tehát amikor kiadják az úrbéri rendeletet, úrbér, ugye ez a földesúr jobbágy viszonynak az állami szabályozása. Ez Magyarországon már Mária Terézia alatt megtörtént, 1867-től, és ennek nagyon lényeges szerepe van abban, hogy a földesúri kizsákmányolás az csökkenjen. De Erdélyben nem volt úrbér rendelet. És a kormányzat 19-ben próbálkozott ezzel, a nemesség pedig ellenállt, ez még egy rendi sírelmi ellenállás, és Veselényi később nagyon sajnálta, hogy ő ebbe részt vett, sőt az élére állt, sőt a politikai népszerűségét részben ennek révén szerezte meg. Veselényi utólag jött arra rá, hogy az úrbérrendezés mindenképpen kell. Tehát az az igazságtalanság, hogy ezt rendeletbe kényszerítik rá Erdélyre, ahelyett, hogy az erdélyi országgyűlés ezt törvénybe hozta volna, persze ez lett volna az igazságos politikailag, ez sokkal kevésbé lényeges, mint az, hogy a parasztok sorsán segítsen. Kemény Zsigmond, nem akárkiről beszélünk, Kemény Zsigmond, a nagyszerű író, a kiváló erdélyi hazafi Veselényék nagy életrajzíróra, ő figyelmeztet arra, hogy ha az úrbérrendelet megvalósul 1919-20-ban Erdélyben, akkor lehet, hogy 48-ban másképp alakul a történet, mert a román jobbágyokat nem lehet annyira felhergelni úgymond a magyar urakkal szemben. 1920,
fegyveres vitéz éneklőnk, ugye a nagy barátság bekövetkezik. Széchenyi, aki ugye katonatiszt, Debrecenben állomásodik a huszárezredével, és Veselényi, aki valami lódolgában ott jár, megismerkednek Debrecenben egymással. Nem azonnal alakul ki a szimpátia, aztán később ugye tesz egy utazás Széchenyi Erdélyben, és akkor ott barátkoznak össze, Zsibón meglátogatja őt, és hát rájönnek arra, hogy mi mindent látnak ugyanúgy. A személyi szimpátia és a gondolkodás párhuzamossága felerősödik, sőt, utólag a titkosi rendőrség abszolút rájött arra, hogy valójában Veselényi, a fiatalabb Veselényi, ugye 5 éve volt fiatalabb, ugye gyakorolta nagyobb hatást Széchenyi. Mert Széchenyi még a Byroni útkeresésben van ebben az időben. Veselényi számára teljesen világos, ugye az erdélyi, ugye a nádori fejedelmi örökség és a megismert modernizációs program, amit már elindít a saját programját, a saját birtokán. Ezek számára egyetemben egy modern, arisztokrata, hazafi programja. És ezt a minta, ez nagyon erős hatást gyakorol a Széchenyire, és Széchenyinek egy impulzívabb, sokkal gyorsabb van. Tehát, hogy mondjam, a kapott impulzus sokkal gyorsabban alakítja át tevékenységé, mint ahogyan az Veselényében megéri. Ez nem azt jelenti, hogy Veselényi gondolkodása ne lett volna villámgyors, ez az alkatában volt benne, hogy ő nem volt ez az elképesztő higany, ugye, ahogyan Széchenyi működött. Közös angliai utazások van, sőt először ugye a trappista anyakolostort látogatják meg Franciaországban, ez ott van szórakoztató elolvasni, hogy a naplójukban mindenkitől leírta, hogy hogyan élik át ezt. Tehát hogyan jelenik meg egy középkori eredetű a fizikai, az anyagban levő ugye, kísértéseket aszkézissel korlátozó gondolkodás ebben a modellben. Még a kálvinista Veselényi is ezt a hangulatot ezt megérzi. Széchenyi életében ez még fontosabb, mert neki voltak ilyen misztikus hajlamai, miközben nagyon komoly kétsége is voltak. Széchenyi például azt írta a naplójában, amikor Kátániában megáldozott egy olasz papnál, hogy utána azt írta, hogy az áldozásról mit gondolok, azt soha senkinek nem fogom megmondani. Na most, miért ne lehetne megmondani, ha ugyanazt gondolja, mint a katolikus egyház? Tehát nyilvánvaló, hogy Széchenyi nem hitt abban, hogy az ostjában tényleg ott van a test, vagy a vér, vagy a borban ugye ott van a vér, ez tömegítő. Ettől ő még magát rendes katolikusnak gondolt, tehát ez egy bonyolult. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ez az élmény, de ez a modern emberek különböző hatásra. De Anglia, ugye, az elvarázott ember, ugye a legfontosabb való tenyesztés, ez a célban mennek. Veselényi is azért megy, hogy megújítsa a ménesét az Angliába vásárolt lovakkal, ugye, és mit ír Széchenyi a naplójában, ugye 3 font ötök Angliában, mert ott tenyesztés, a gépek és a parlament. Tehát ez a 3, amire figyelni kell, elképesztő koncentráció ez az angol civilizáció felsőbbrendűségének. Veselényit még valami érdekelt ezen kívül, ugye, össze is veszett az valakivel, össze is verekedett valakivel, de lejárt boxedzése, tehát ugye hihetetlen fizikuma volt, ugye, lópatkót el tudta törni, mondjuk a gyengébb lópatkót el tudta kézzel törni, ugye, tehát ő lejárt oldani. De az angliai élmények ugye mutatják, hogy merről, mi az irány, hogy mit szeretnék, hogy lopant egyszerű. Magyarország jusson arra a polcra, mint Anglia. Ez a mi programunk. És itt veszi meg a zsibói ménest megújító, gyönyörű mén paripát, ugye kátó, de egy hirdetés, ez egy apró hirdetés, egy korabeli újságból, ugye, amint Benicki Ödön táblabíró hirdetést tett föl, hogy nem csupán ilyen-olyan kancát lehet venni, hanem regulus, terülő hangon, Kátó és Ibla után.
Tehát magyarul milyen híres ez a Kátó, ugye? Ez azt mutatja, a Veselényi Ménesit megújított terjedér, ugye? Mutatja, hogy ugye apró érdetésekben mindenki tudja, miért az egyszer odaírni a nevét, hogy a lónak a színvonalát és az árát ugye ezzel érzékeltesse. Nem is véletlen, hogy az első kolozsvári lovásárokat ezt Veselényi kezdeményezi. Miután visszatérnek, ugye 22-ben Angliából, ugye ő Széchenyi korai reform kezdeményezésének részese lesz, de az önmagától tehát ez egy verbiumi kép, kicsit későbbi, csak a hangulatot akarom érzékeltetni, hogy látjuk a Mihály templomot Kolozsvár. A kolozsvári lovásárokat ő találta ki. Tehát az, ami a lóversenyzés egyfől, a lovásár is ugyanaz szerepet, a lóállomány fizikai nevelése, ugye egyre magasabb szintű legyen. Miért? Hiszen a gazdaság egyik legfontosabb igazgató eszköze, másrészt a nemzeti hadsereg. Hát nincs nemzeti hadsereg huszárság nélkül, egyáltalán lovasság nélkül is, nincs akkoriban hadsereg. Tehát ha magas szintű lóállománya van, akkor magas szintű lesz a hadsereg. Tehát ez mind benne, és harmadrészt pedig a társasági együttlét, tehát a lóügyel foglalkozó legfelsőbb réteg, csoport kapcsolattartásában játszik jelentős szerepet. És a nagypolitika megjelenik 1925-ben, ugye újra összegyűlt az országgyűlés, ugye volt egy hosszú időszak, 1911-ben volt legutóbb országgyűlés, és megpróbált az udvar törvénytelenül újoncozni és adót behajtani. Ez megyei ellenállás tört ki, ez nem sikerült, és végül Pozsonyban összegyűlt az országgyűlés. A Magyar Kamara egykori palotájában, ugye, ez mai napig megvan, ez az egyetemi könyvtár Pozsonyban. A kamara már elköltözött Pestre, de ott, nem Pestre, hanem Budára, de itt maradt az épület, és itt működik az országgyűlés. És itt megjelenik Veselényi is. Hogy kerül az erdélyi Veselényi a Magyarország gyűlésre? Ne felejtsük el, hogy amikor a Habsburgok visszafoglalják a töröktől Magyarországot, akkor az erdélyi nagyfejedelmeséget is megszállják. De a kettőt nem egyesítik egymásra. Tehát Erdély külön ország, egy nagy fejedelemség, és Magyarország egy különbség, egy királyság. Tehát a magyar nemesek nem vehetnek részt az erdélyi országgyűlésen, és az erdélyi nemesek sem a Magyarország gyűlésen. Tehát Veselényi ott jelenik meg, úgynevezett absentium ablegatus. Ez azt jelenti, hogyha egy főnemes nem tud részt venni az országgyűlésbe, akkor megbízhat valakit, hogy őt helyettesítse, de akkor az nem a főrendi táblán ül, hanem itt a követek táblájánál lenne. És nincs tanácskozási joga, csak figyelet hozzá. Tehát olyan nem hivatalosan megszólalhat, de hivatalosan nem. De követheti, mint az országgyűlésen történik. Tehát Veselényi azért van itt, hogy ebben a közös politikai cselekvésben, a háttércselekvésben vegyen részt. Miközben, ugye, neki nem volt tanácskozási, a hozzászólási joga. De ott ül, ugye, azon az úgynevezett kerületi ülésen, ez a Pozsonyi megyeházban történik, ugye, mert a rendek kitalálták azt, hogy nem tudnak mindent országgyűlésbe, inkább előre mindent dumáljanak le, tehát ilyen részgyűléseket tartanak, ott megbeszélik a legfontosabb dolgokat, és utána aztán közösen döntenek, és itt ugye ez történik, hogy amikor éppen arról vitatkoztak az asztalnál, hogy az arisztokrácia miért nem ad többet a hazáért, miért nem támogatja a magyar nemzeti nyelvet, ugye? Akkor egy huszárkapitány föláll, akinek itt szava nincsen, hiszen ő a felső táblán ül, és azt mondja, nekem itt szavam nincs, és nagy nem vagyok, de ha feláll egy intézet, amely a magyar nyelvet támogatja, ugye birtokaim egy évi jövedelmét ajánlom fel. Ez nem azt jelenti, hogy kiszámolják év végén mennyi a jövedelem, 60 ezer forint, és akkor ő betette a bukszájába, ugye, na, és akkor leszámolta 60 darab ezrest. Ez valójában minden ilyen alapítvány abban az időben tőkét jelent. Tehát magyarul ő a kamatot ajándékozza oda, nem magát a tőkét. De mivel a tőke az egyfogy mindig
ugye hozza azt a kamatot. Tehát hosszú távon ez jóval nagyobb adomány, mint hogy effektíve 60 ezeret letette volna. A korabeli kamatláb az 5%. Most, hogyha elosztjuk az 5%-nyi összeget az egészen, akkor egy 16-17 éven belül 60 ezer forint elfogyott volna. Ha viszont tőkét tesz le, akkor annak az 5%-a az, amíg a nagy robbanás, ugye, amíg a világegyetem össze nem lottyad, vagy amíg a föld golyó ugye bele nem hullik valami anyám csukja a galaktikus kutykurogyba, ugye addig ez a dolog, ez megy. És itt ő ugye a jó barát, Veselényi mester, itt ő mellette, anyának, hogy megírja a jelenetet, az egyik legszebb elbeszélés erről. És mivel ő is ugye hozzájárul az alapítványhoz, tehát tiszteleti tagja választott. Ugye 5 évig tart az engedélyezés, 5 évig, 30-tól működik az akadémia, és 31-ben Veselényi tiszteleti tagja választott. A tiszteleti tag azt jelenti, hogy nem tudós, nem művész, de olyan módon segíti az akadémia működését, hogy megérdemli, hogy tiszteleti tag legyen. A kaszinó, ugye ez Batthyány Lajos palotája Pesten, ugye a Kossuth Lajos út, a Sétkóczi sarkán, a lófuttatások, a lóvezek, Széchenyi nagyszerű, nagy alkotása, ezek mind-mind a második ember Veselényi. Tehát ahogy az egész Széchenyi programot tulajdonképpen úgy képzelhetjük el, hogy annak létrejöttében a barátság, az eszme surlódás, ezeket mind-mind megbeszélik, ezt nem is lehet szétválasztani. Amit Széchenyi programnak tekintünk, az nagyon jelentős mértékben Veselényi program is, mert a kettejük barátságában, gondolkodásában jön létre, csak ez gyakorlatilag lehetetlen szétválasztani, mert nincsenek arra források, hogy egykor, egy-egy konkrét rész kérdésben ki, mikor, mennyit tett hozzá, mert ez lehetetlen dokumentálni. De azt tudjuk, hogy a közös eszmesülődés hozta ezeket létre. Vagy a sport dolgokban is egyébként. Veselényi különösen támogatta a vívóiskola fölállítását. Itt megint az jönnek meg, hogy ugye a szellem és a fizikai nevelés állandó egyensúlyát kell. Ugye az az egészséges személyiség, amelyik egyszerre műveli a szellemét és a fizikumát. És hogy kicsit hazabeszéljünk, hogy locsog itt a háttérben, ugye, Vagláriaknak ide bizonyára nem kell magyarázni, ez egy balatonfüredi tábla. Ugye valójában úgy úszták a Balatont, hogy füredről Tihanyba, tehát ez volt az ő útja. Tehát nem úgy, mint ahogyan itt ezt manapság látjuk, de azt kell mondanunk, hogy a modern. Úgy tanulták, hogy modern. A Balaton, tehát korábban senkinek nem volt olyan bolondság, nem tudsz, hogy átúszni a Balaton. Ennek ez semmi értelme is. Ezt csak a modern korban lehet kitalálni, amikor a fizikai erőfeszítés szimbólumával, a romantika, tehát Széchenyi megadott egy folyót, rögtön átúszott. Megadott egy hegyet, rögtön fölmászott rá. Ugye ez a byroni modell, ugye a romantika embere így működik. Hát ezt a modellt ugye követi Veselényi mester is nagyszerűen. Még itt számtalan példa van, de ezekben már nem megyünk bele. A barátság tényleg nagyon erős, itt még Eszterházy Mihályt említettük. A 20-as évek második felében mondhatni, egy erény szövetséget alapítanak a barátok, mert az a koncepció, hogy tudjuk a hazát fölemelni. Ha mi magunk, előbb magunkat kell fölemelni, tehát önreform kell, öntökéletesítés, de egyébként ez egy keresztény gondolat is, tehát a keresztény antropat, keresztény ember formálásban is benne, hogy mivel Isten a legteljesebb tökéletesség, tehát ha magunkat tökéletesítjük, akkor ezzel Istenhez közelítünk. Tehát ez a perfekcionizmus gondolat hozza létre az erény szövetséget, amiben bele tartozik az, hogy Széchenyi ugye szerelmes Cressanzba, és hát időnként ugye rájön nagyon a döngethetnék, ugye, és akkor bizony Veselényi próbálja visszatartani, hogy szublimálja az érzést. És nagyon érdekes, hogy érzelmileg Cressanz megérődik, de nem hajlandó. Tehát elutasítja a grófot. És tulajdonképpen a Széchenyi koncepciójában az egy döntő energia, hogy a haza felvirágoztatását az mint egy áldozatként mutatja föl a nőnek, az asszonynak, a szerelmének, akinek van már 7 gyereke, meg még 7 mostoha gyereke. Tehát azért, hogy jól el vannak tulajdonképpen. De ez a dolog benne van. Sőt, ugye aztán az ő erény szövetségük egyébként azzal
bomlik föl, hogy ugye egy másik erényszövetség alakul, Kresszansz és Széchenyi között. Ezekben a folyamatokban még mindig érződik egyfajta Széchenyi fölény. De már Veselényi ugye, elindul a saját úton. Ugye? A lova körül ez volt Széchenyi első könyve. De Veselényinek is a mondani valója a lótenyésztésről, és amikor eladja Zsigói ménesét, akkor egy könyvet ír erről. A régi híres ménesek egyik mesének okairól. Ami többen egy remek körkép, hogy a reformban a ló ügyel mit lehet kezdeni. És azt mondja, hogy a kereskedelem és a divat, ez mind-mind belejátszik. Ugye egykor az arab ló volt, de sőt a spanyol ló korán, ugye amikor a spanyol világirodalom érvényes a 17. században, akkor a spanyol ló volt a divat. Most az angol ló a divat, ugye, és ő úgy újítja meg a ménesét, hogy lényegben Angliából hozott teli vért, hogy ezt futtassa föl, ugye, mert ez a korszerű. Tehát nagyon röviden az angol ló a divat azt jelenti, hogy mindig a korszerű gazdasági ötletet kell követni. És nem kell nekünk kitalálni, ha valaki már kitalálta, alkalmazzuk. Azzal energiát, pénzt spórolunk meg. De a politikai életbe, a magyarországi életbe bekapcsolódik. Károly György, ugye látszik, barátja, Szatmár, és közép, egy belső szólnak, középszólnak, és Szatmár, ezek határosak, csak a magyar határon közül. És Károly György az egyik kis birtokát, Lopmárjot, az eladja Veselénynek. Ezáltal ő szatmári birtokos lesz, majd Andrássy Györgytől megveszi Martonyt, ott fönn a Csereházba, Borsodba, és ezáltal ő magyarországi birtokos lett. És ezáltal részt tud venni a magyarországi politikai életben. Ez a híres szarvasfogadó, de ahol a megyei márkálisokat tartották Szatmárban, ma ez most újra a Városháza, de mindenki ismeri, mert itt találkozott. Itt táncolt először Petőfi Szendő Júliával. De itt találkozik, ugye, és lesz barátja Kölcseinek, Kölcseivel. A Veselényi Kölcsei barátság itt bontakozik ki. Kölcsei, tulajdonképpen ez rohadt érdekes, mert Kölcsei hihetetlen koponya, nem csak egyszerűen nagyszerű író, hanem mint politikus is. A korai reformmozgalom egyik első nagy ideológusa és teoretikusa. És kiderül számára, hogy ebben a legfőbb inspirálója az Veselényi. Mert Veselényi a Széchenyivel való eszmesúrlódások révén olyan mértékű reform tudásra teszel, amivel még egy ilyen elképesztő koponyát is, mint Kölcseit is tiszteletre készített. Tehát egy nagyon szoros szellemi együttműködés és barátság alakult ki közöttük. És akkor ugye jön a 30-as országgyűlés, Veselényi már magyarországi birtokos is, tehát meghívást kap a felső táblára, és itt lesz ő az ellenzék vezére. Itt a Prímási palotát látjuk Pozsonyban, ugye előbb említettem a volt kamar épületét, a mai egyetemi könyvtárban ott volt az alsó tábla, és a felső tábla pedig itt volt a Prímás palotájában, itt ülésezett. Ez szimbolizálja tehát Pozsonyt, és azt, hogy Veselényi, ez egy nagyon rövid ideig tart országgyűlés, ugye hogyan jelenik meg? Széchenyi nem is nagyon megy el ide, ugye nem is nagyon foglalkozik vele, tehát a helyzetből az következik, hogy a második ember kezd előtérbe kerülni. És Veselényi országos ismertsége az jelentős szempontból az 1930-as, de nagyon rövid országgyűléshez kötődik, így döntik el, hogy a reform munkálatokat a megyékben meg kell vizsgáltatni, és egy új országgyűlést kell egy év múlva összehívni, de akkor kitör a kolera lázadás, és csak 32-ben tudják összehívni. De ez alatt egy furcsa dolog történik, ugye 31-ben megpróbál a kormány újoncozni erőszakra, miközben az országgyűlés nem hagyta jóvá, és akkor Veselényi ellenáll. Ugye Veselényi megtiltja, egyszerűen nem engedik be a toborzó biztosokat. Egyfajta lázadás tulajdonképpen, de olyan erejű, hogy a bécsi udvar ezt egyszerűen nem. Tehát Veselényi megpróbáltam is ellenállás neki csinálni, erős vizuális képpel itt érzékeltetni, hogy mennyire áll ezzel szemben. Most azt kell mondanunk, hogy ez a döntése is azonban egy nagyon érdekes következménnyel jár a
jó barátok között kibontakozik az ellentét. Kiderül, hogy a reform megvalósítását másképp képzelik el. Az alapelveik nagyon hasonlóak, de a megvalósítás során ellentétbe kerülnek. Miért? Mert Széchenyi azt gondolja, hogy az alsó táblai nemesi ellenzék, az többen az egy prosztó banda. Ez a sérelmi, ugye a köpködő nemesek, a ki vagyok én, ugye extra Hungária, non est vita, tehát ez az egész undorító nemesi, gőgös elmaradottság, ezt ő utálta. Ő azt gondolta, hogy ezekkel nem lehet mit kezdeni. A reform arisztokratákkal és a kormánnyal. Ő azt képzelte, hogy Metternich ugye a magyar átalakulás nagy barátja, és hogy ő meg tudja győzni Bécset, hogy még esélyt. Veselényi egyáltalán gondolta, hogy ő pont azt gondolta, hogy ugyanez a nemesi, rendi, sérelmi ellenzék, ez elég undorító, de van esély arra, hogy átalakuljon, hogy sérelmi ellenzékből reform ellenzék legyen, hogy a modern, liberális, politikai, közgazdaságtani, emberi jogi eszméket ez a réteg átvegye. És ennek a feszültsége elválasztja az útjaikat egymástól. Pedig szellemileg, ugye, de olyan érdekes, amikor megjelenik a hitel, ugye, akkoriban már fogalmazza a balítéletekről a saját könyvet Veselényi. És mit ír, ugye, amikor elolvassa, de 30 év, ahogy kijött a könyv, kétbeszéd, azt mondja, annyira egyformasága olynak, hogy olynak, hogy egész konstrukciókat is találok. Mert ugye hát ez mi van a hitelben? Hát abban Veselény is benne van. Tehát ahogyan Széchenyi az átalakulást kitalálja, annak millió gondolata az ő közös szellemi termék. Csak ugye Veselényi lassabban mozdul, Széchenyi sokkal gyorsabban, már a világ is kijön, és tulajdonképpen a stádiummal egy időben jelenik meg a balítéletekről, de miről van szó? A stádiumot betiltotta az osztrák cenzúra, tehát csak külföldön lehetett. A balítéletekről az eleve betiltotta az osztrák cenzúra, tehát ez már eleve csak lépcsőre tudott megjelenni. És nem tudta betölteni azt a szerepet, hogy az országgyűlési reformellenzéknek a tanítója legyen. Itt pedig ez egy rendkívül jó könyv. A balítélet azt mondja, hogy előítéletek. Mert ugyanúgy körbejárja a magyar problémákat, ahogyan a hitel vezérletével Széchenyi, csak ő nem a hitelhiányból indul ki, mint erkölcsi és gazdasági probléma, hanem arról, hogy mennyi ostobaság és előítélet fékezi a magyar átalakulást. Ezt kis apróságot hagyj említsék meg. Amikor egyszer Rómában voltam ösztöndíjas, akkor Veselényi Polixnél olaszországi útirajzaiban olvastam, hogy ő egy trükköt csinált, egy csert. VM könyvét, ugye a balítéleteknél, bekötette kutyabőrbe, és Rómában meglátogattam Mezzofanti bíborost a Vatikánban, a vatikáni könyvtár őrét. Mezzofantiról azt lehet tudni, hogy ő a világtörténelem eddig ismert legnagyobb nyelvzsenie volt, több mint 60 nyelven tudott. Magyarul is elég jól beszélt, kicsit ilyen debreceni zsíros kihetésre, mert egy debreceni huszártól tanulta meg, és Pulszky Ferenc írja le, hogy amikor beszélgettek a Vatikánban, akkor a Mezzofanti persze rögtön érezte, hogy a Pulszky egy komoly. Végülis mondta azt, hogy fiatalember azt mondja, foglalkozzon a nyelvekkel érdemesen, csak az első 20 nyelv nehéz. Azt mondja, utána már a dolog szinte könnyedén megy magától. Nem azt erre. Polixén, aki persze imádta az unoka testvérét, ugye bekötette a balítéletekről, és oda ajándékozta a Mezzofanti bíborosnak, aki boldogan ugye elzárta egy almárium szekrénybe, és írja Polixén, hogy aj, szegény magyar könyveim, hogy a világ, aztán mit tud veletek kezdeni, csak egy ilyen ugye, megszállott könyvmoly, mint a Mezzofanti, az ugye kicsit nézegeti és kezd. Na, arra gondoltam, hogy mint ifjú ösztöndíjas, hogy én megkeressem ezt a példát. És a Vatikáni könyvtárba, ugye oda jártam minden nap a levételes könyvtárba, és elkezdtem utána nézni. Nem mondom a részleteket, nem találtam. Sehol sem találtam. Ami furcsa volt természetesen, és végül rá kellett arra jönnöm, hogy lehet, hogy a kiindulás a hibás. Lehet, hogy Polixéna terve nem valósult meg.
az, hogy becsempészte a Metternich, ugye a legfőbb politikai szövetségese, a pápai állam könyvtárába egy betiltott, a cenzúra által kitiltott könyvet becsempészte oda, ez nem sikerült neki. Ugyanis, és ekkor derült ki, hogy Mezzo Fanti a Bolognai Egyetemre járt, és imádta az ő alma máterét, és a magánkönyvtárát azt a Bolognai Egyetemnek ajándékozta. Tehát magyarul a balítéletekről azt az ő magánkönyveibe tette be, és nem Artigánéval. És akkor ugye a Bolognai Egyetemnek a történeti könyvanyagát kell átnézni, nem részletesen előbukkant, megtaláltam. Az N betűnél ugyan, de az történelem bonyolultabb. Ezért külön furcsa érzés volt kézbe venni. Kerestem az edukációt, sajnos nem volt el. Mekkora poén lenne, de nem volt nyilván. De ez az, ahol a Mezzo Fanti Bolognában, tehát ez az a terem, ahol azok a többi könyvek vannak, és ezek között az egyik. Tehát a legközelebb Bolognában járnak, javaslom, hogy kicsit lakoznak velem, mert érdemes az előbb. És hát az országgyűlés, ugye a 30. országgyűlés Veselényi nagy korszaka. Itt lesz ő igazából az országos vezér, de ugyancsak a felső táblán vesz részt, de a háttérből mindent irányít. Például a nyilvánosságot, ugye? Például, hogy mi legyen, ugye? Hogy vajon a képviselő napló van, hogy vajon lehet-e napra készen az országot tájékoztatni, hogy mit művelnek a követ. És egy fiatal ember Zemplén megyéből, ugye fölajánlja, ő is absentius ablegatus, tehát ő is csak távollevő főrende követe, Vécsei Pál, Andrássy Károly, Lónyai Gábor bízták meg őt, hogy Zemplénből Pozsonyba jöjjön, és felolvasott az ő jegyzeteiből. Elképesztő sikert aratott azonnal, ugye, Veselényi azonnal fölkarolta, és elindul a barátság. Veselényes Kossuthot. Itt az országgyűlési tudósítások támogatása révén. És innentől alakul közöttük az a szimpátia, barátság, együttműködés és szellemi kapcsolat. Mert Kossuth politikai, országos politikai nézeteiben ugye Veselényit és Kölcseit követi. Kossuth másik nagy mestere, ha lehet így mondani, az Kölcsei. Tehát őtőlük tanul, az ő gondolataikat, módszereket veszi át. Ugye az, ami majd a 40-es években ugye Kossuth nevéhez fűződik, annak a gyökeri, az alapjai itt vannak a 30-as években Veselényinél és Kölcseinél. Miket csinál Veselényi? Követi konferenciák, elképesztően fontosak, ott dumálnak le mindent, hogy majd mi lesz a nyilvános ülésekre. Működik a felső táblán, tehát ott olyan mértékű a konzervatív túlsúly, hogy ott csak demonstrálni lehet, de nem. Ugye, ott van a hallgatóság sorában is, és figyel, és hogyha például egy komoly támadás van, akkor üzenetet küld, hogy X vagy Y szólaljon föl, és kritizálja. Ugye József Nádorral, aki az egész rendőrszakgyűlés vezére, viszonylag jó a kapcsolata, bizony dolgot el tud intézni. Szinte minden kérdésben érvényesül, tud egységet hoz létre, ő az ellenzék vezér. Hogy ezt olyan tudjuk érzékeltetni, ez Kölcsei naplójából, teljes országcsinapójában világos, ugye az udvar azt találta ki, hogy a paraszkérdést problémáival kell egymásnak ugratni a nemeseket. Mert az egy lenyűgöző dolog, hogy az érdekegyesítés folytán a nemesek úgy akarják a modernizációt végrehajtani, hogy az a jobbágyoknak is jó legyen. De hát ez neki komoly anyagi veszteség, tehát az udvar nyomja azt, hogy tessék az urbáriumot tárgyalni, vagyis ezzel kapcsolatos törvényeket. Csak hogy ugye, ezt Veselény is támogatja, Kölcsei is. Miért? Mert rájönnek arra, hogyha sikerül az urbérrendezés révén a jobbátságot megnyerni, akkor jön létre az új magyar nemzet. A kiváltság nélküliek és a kiváltságoltok harcából sose lesz magyar nemzet. Ha sikerül a jogegyenlőség, urbárium által nemzet, ugye ez az igazi probléma. Ez az egyik legnagyszerűbb és leggyönyörűbb mozdulat. Ugye, de ez csak 4,5 hónap. Ma azt meg a történészek, hogy itt van Veselény pályájának a törése, itt következik be a nagy baj, elmegy Erdélybe. Ez egy bizonyos nagy baj történik, hogy kineveznek egy királyi biztos, hogy letörje, ugye az újoncozással kapcsolatos ellenállást már említettem, ez általánossává vált Erdélyben, és a királyi biztos megjelenik hadsereggel, hogy ez letörje.
És ekkor Veselényi ott hagyja Pozsonyt, Erdélybe megy, és végig szágódja a megyegyűléseket, és mindenütt próbálja tartani a harci hangulatot, ugye megmozgatja a megyei ellenállást, lábra lett az ellenzéket, és már ugye, hogyha baj van, akkor majd Magyarországhoz fordulunk, mert végre azt az igazságtalanságot meg kell szüntetni, hogy Magyarországot és Erdélyt külön államként kezelje a dolgok, tehát az uniót létre kell hozni. És végül olyan erejű lesz a nyomás, a részletekben nem tudunk belemenni, olyan erejű lesz a nyomás, átérben a Bánfi palotát látjuk, amelynek a nagy termébe, ez a gubernátornak, a kormányzónak a palotája Erdélyben, ez ugye, ez ott Kolozsvárt a főtéren van a Bánfi palotá, a Mihály templomhoz közel elképesztő gyönyörű, hogy két ennek a szépen az országgyűlést. Kezdetben ugye középszolnokon, hát az az ő megyéje, de aztán a székelyek megválasztják. És Veselényi személyében a magyarok és a székelyek együttműködést is megteremti. Ugye ez most furcsának tűnik, hogy a székelyeket és a magyarokat külön említem meg, de ez nem etnikailag kell érteni, hanem ez még rendi világ van. Itt még jogok és kiváltságok vannak, és a székely kiváltság az más, mint a magyar nemesi kiváltság. Egyszerre csak egy kiváltsággal lehet valakinek, tehát etnikailag a székelyek pont olyan magyarok, mint bárki más, de nem ugyanaz a jogcím, amin ők a politikai életben részt vesznek. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy udvarhely követelez Veselényi, és ahogyan harcol a jogaikért, megkapja a székelyek hőse nevet. És ugye, a pozsonyi példa, ugye gondoljunk az országgyűlési tudósításokra, Veselényi vásárol egy nyomdát, és ott kinyomtatja az erdélyi naplót. Ugye ez egy ilyen historikus festmény, ugye az országgyűlési napló pár évét kinyomtatja, és kioszta a követek között. És Esztei Ferdinánd, a királyi biztos, aki az országgyűlést felügyeli, rájön, hogy nem képes Veselényivel szemben az országgyűlés többségét magának biztosítani, és ezért jobb lesz, hogy az országgyűlést felhasználják. Tehát ugye 34 őszén összehívták, és februárban felhasználják. Hogy ez valóban nem a magyar nemzet nagyobb többségét, a politizáló magyar nemzet igazi akaratát képviselő csoport, hanem egy kisebbség, egy ilyen franciák, titkos összeesküvőkkel vannak kapcsolatban, ki kell nyírni, és készen van. Ugye tegény József Nádor, ugye a Metternich politika eszköze, tehát ő megpróbál mérsékelni, de hát nem teheti meg, hogy amit a császár megkeresztévén akarod meg szembeszállni. Kiket kell letartóztatni? Ugye Veselényi, mint a legfőbb ellenséget. Az országgyűlési ifjúság, sajnos Lovasi László csak öregkori kép van, tehát itt megint kérhetik ugye az időórát visszapergetni az agyunkba. Megintem egyébként, hogy ez nem teljesen lehetetlen. Tehát a képzeteti anatómia az tudomány, az nem egyszerűen rajzolgatok ide vagy amoda, de képesek arra például, hogy csontleleteknél, például koponyaleletnél, tehát megvannak a tudományos módszer, hogy egy bizonyos mértékig az arcot rekonstruálni lehet. Például manapság a Közösszé Egyetemnek az anatómia tanszék vezető, az König Frigyes, neki egészen nagyszerű munkássága van ezügyben. Hogy egy példát említsek, Fábri Anna kolléganőnk egy gyönyörű könyvet írt a kis Teleki László neveltetéséről. Teleki Lászlóról, aki ugyanennek a nagy nemzedék az egyik tagja. Nem a négy legnagyobb van, de mondjuk lehet, hogy az ötödik. Az ötödik Batthyány Lajos, bocsánat, majd 48-ban. Tehát lehet, hogy a hatodik, ötödik. Az első 10-ben benne van Teleki László. De nincs róla a gyerekkori kép. Csak egy fiatalkori felnőtt képe van. És König Frigyes csinált egy anatómiailag korrekt rekonstrukciót, hogy a felnőttkori képből visszakövetkeztetett, mert lehet tudni, hogy a gyerekkori arc hogyan változik meg felnőtt korra, ennek is megvannak a szerkezetei, és gyönyörűen rekonstruálta egy kis gyerek Teleki Lászlónak az arcát. Tehát simán Lovasi Lászlót elő lehet állítani öregkorában, sajnos mentális súlyos problémák is voltak. Volt az országos ifjúvezetője,
Kossuth, aki folytatta az osztalisai tudósításokat, mint törvényhatósági tudósításokat, ők a fő ellenség. Tehát őket le kell tartóztatni. Veselényit és Kossuthot is ugye ide zárják be, a József kaszárnyában ez ma van, ez fönn a várban van, de a Táncsics Mihály utcában. Veselényen két perc indítanak, az egyik Erdélyben, ugye az osztalisai naplók kinyomtatásáért, de nem tudják tovább vinni, mert elhagyja Erdély, de ez a per sose fejeződött be. De december 9-én Szatmár megye gyűlésén Veselényi felszólalt, és iszonyú keményen bírálta a kormány, mire azt találták ki, hogy a kormány azonos a királya. Tehát aki a kormány bírálja, azt tulajdonképpen felségsértést követel. És ezért hűtlenségi pert indítanak ellene. Ez persze abszurdum, mert ez azt jelenti, hogy semmilyen módon a kormányzatot nem lehet bírálni, ha egyszer a király és a kormány azonos egymással. Tehát itt a szólás szabadságért volt a küzdelem keményen, ugye? Egy ideig Veselényi szabadlábon védekezhetett, és a bírósági iratainak összeállításában ugye Kölcsei és Beáth Ferenc, a fiatal Beáth Ferenc játszott szerep. Miután ő elhagyta Pozsonyt és az erdélyi ügyekbe beleszorult, egy ideig ugye nem volt igazi vezér, mert aztán ugye Kölcseinek le kellett mondania, mert Szatmár megye megváltoztatta a jobbács felszabadulással kapcsolatos követutasítást. És a fiatal Deák, aki pedig hát kezdő volt, akkor fokozatosan az országos végére derül ki, hogy egy mekkora koponyáról van szó, és egy lenyűgöző jogászról. Tehát Veselényi védőiratának készítésében Kölcsei és Deák nagyon lényeges szerepet játszott. Csodálatos és lenyűgöző, de egy konstruált perrel szemben természetesen hatástalan. A Bécsi udvar eldöntötte, hogy Veselényt kivonják a forgalomból, és mindenképpen elítélik. Az már a történelem szomorú, gonosz tréfája volt, hogy közben Veselényinek elkezdett romlani a látása. Ugye sok helyen lehet olvasni, hogy szifilisz, meg egyebek oka miatt van ez. Nem így van, egy daganat, amikor boncolták, kiderült, hogy egy daganat nyomja a látóidegeket. Provokálják. Tehát nagyon komolyan fennáll. Gondolom különben Lermontov történetére, ugye? Tehát ez a Franz von Bourbonnát, ez egy császári tiszt volt, egy ilyen krakéler, aki időnként kihívott valakit, és lekockázta, ugye? És Veselényt is hívta, azt mondta, ez egy ilyen fantázia, tehát ez nem a valódi. Ha valaki emlékszik a Kárpáti Zoltán a filmben, de ott ezt megcsinálta Jókai, hogy a Veselényi ott egy Bárdi György játszott, Veselényi Basti Lajos játszottam, ugye? A Borbonátot pedig ez a Dabrói, és hát Veselényi már kezdett elhízni, rosszul lát, a jobb keze sérült, úgy megmetélte a szerencsétlent, hogy lepedőbe vitték el, ugye levágta az ujjait. Tehát ez egy elképesztő történet, ugye nem sikerült provokációval félreállítani. És amikor ugye a befagyott Duna jégdugója a Csepel-szigetnél nem engedte ugye a tavaszi áradást, ami zúdul le a jégtáblákkal, jön a hirtelen olvadással, ugye az ár ugye nem tud lefolyni, és visszatorlódik, áttörje a pesti töltéseket, és leveret válja a régi Pestet. Ez a híres árvíz 1838-ban, ugye akkor itt a mentés ugye egyik vezére az eset. Ma tulajdonképpen az átlagember egy. Még jó, ha ennyit tud. Még az árvízi hajós, ahol Veselényi versében, nem szép egyébként, ez valami csillinger, ugye ez ott van a Ferenciek templomának falán, Budapesten a Kossuth Lajos és a Kecskeméti utca sarkán, nagyon szép, gyönyörű, de hát aztán már eddig erős világos, hogy ez csak plusz, ez csak egy lenyűgöző dolog. És hogy milyen igazságtalan az, hogy Veselényiről, ugye ez az, ami csak, ugye, ami nemzedékig őriz. De hiába, ugye, szabadlábon védekezés véget ért,
1539-ben elítélik bezárják, ugye a József laktanyában. Miért nincs itt egy Veselényi tábla is például? Táncs is itt van, Kossuth is itt van, de Batyánlal is is, Veselény is itt raboskodott. Még van itt hely szerintem, hogy az valamit kell vele kezdeni. Széchenyi arcképpen véletlenül van itt, ő végül is kijárta, noha már politikailag rég szembefordultak egymással, de ő kijárta József Nádornál, hogy ezt az embertelenséget nem lehet csinálni a megvakuló Veselényivel, és ezért Gräfenbergbe utazhatott, tehát két hónap után feltételesen szabadlábra helyezték, és a Morva lengyel határra utazhatott. Mert tudják, hogy Lázné Jeszenyék, ugye? A csehszlovák szakszervezeti Riviera egy részletét láthatjuk itt, mert annak idején, hogy a szocializmusban sokszor ide beutaltak dolgozókat. Megmondom, mennyi gyógyvíz található itt. 0,000000000. Itt csak hideg van, friss levegő, fenyők vannak, szaladgálunk, tornázunk, ülünk a kádban, ugye, ülünk a hideg, ez is Barabásnak a rajza, ugye, köszönjük a nagy kádban, élvezzük a hideg vizet, mert egy igazi természetgyógyász, egy a maga szintjén egy nagy zseni ennek az egész rendszernek a működtetője, akinek a nevét sokan ismerik, úgy, hogy Vincent Prisnitz. Tehát ő az, aki jön, egy sziléziai parasztember, aki ezt a Gräfenbergi egész kúrát és dolgot kitalálta. Egyébként ez mai, ez most is így van, tehát például ez az elalakú nagy épület, ez egy egész óriás kisváros. De ez ugyanúgy megvan, tehát ez a főépület, ahol az első vendégeket fogadta, ez még a mai napig ugyanúgy megvan. Ez is Barabás egyébként, Barabás is. Ugye abban az időben a gyógyfürdő volt az egyetlen komoly, ami olyan általános testjavító volt, és ezért ő is sokszor megfordult, Barabás is, nem csak önmagát kúrálta, hanem itt a vendégek összegyűltek, és itt sok megrendelést kaphatott, itt áll részt vett ezekben. És Veselény is ide érkezett. Ahogy ugye emlékszünk, hogy a 19. végén ugye lenyűgöző fürdőkultúra alakul ki, mert még nem ismerték a TBC gyógyításának módját, és azt gondolták, hogy a friss levegő, a helyi levegő, a Varázshegy, a tengeri levegő, ugye ez majd segít. Természetesen ezek nagyon sokat segítettek az általános problémán, de ugye a mikrobiológia azért nincsen, tehát ugye az, hogy a tüdővész bacillusát ugye meg lehessen találni, az még évtizedek. A Koch még ekkor nem, de pár év múlva a kis Koch majd előbb bukkan a családi projektben, és majd rá fog jönni a megoldása. De Veselény megvakul sajnos, de az általános kondícióját természetesen ezen sokat segít. Sokat segít Gräfenberg, mire kitalálja azt, hogy a magyar vendéget mondjon a köszönetet Gräfenbergnek egy szép szoborral, ugye, egy megfelelő dekorációval, és a kor egyik legnagyszerűbb szobrászát, a müncheni Ludwig Schwanthalert kéri föl, hogy készítsen egy oroszlán szobrot. Erre nagyon jól sikerült az oroszlán, hogy ma ez Lázné Jeszenyiknek a szimbolája, ez a logója. Tehát a szalvétákon ez van, ugye a souvenirboltba ugye lehet venni kicsit nagyobb ilyen jelzőt, stb. És ugye ez is érvényes természetesen, mint a bavonás materializmus találmánya. Ha egy férfi vendég megfogja valamelyik lábát, már aznap éjjel a szállodai szobában nagyon is hatékony következményei tapasztalhatjának a varázslatnak, amit az oroszlán leszámít rá. Az oroszlán, hát az a rész, ugye, ott van anonimus szobra a Városligetben, mindenki ismeri, gyönyörű fekete patinában üldögél ligeti mikroszobra. A szobra, mint a színarany úgy világít, ugyanis ha érkezik egy japán csoport, ugye? Na, ekkor mondja meg a idegenvezető, hogyha a szamuráj megragadja a tollat, akkor már aznap éjjel, kicsit unalmas, már aznap éjjel a szállodai szobában fogja.
És nincs olyan szamuráj, aki volna. Éva király névtelen jegyzőjének tollát meg ne ragadna, bízva ugye ebben a sajátos paralelizmusban, amiben itt működik. Hát ez az, amire Veselényi mesternek nem volt szüksége, ezt most el kell árulnom. Ugye vannak történeti viták arról, hogy 30 vagy 35 gyereke volt-e a Zsibó körüli jobbágy falvakban. Ez a 35, ez abszolút túlzás, tehát 30 nem, csak biztos, hogy nem. Ezt a modern kutatás jó alapossággal állítatja. Miközben ugye volt köztük olyan, akik a legjobb megtetszett neki, abból 5 olyan gyerek volt, akinek ő gondoskodott a neveltetéséről. Nevet adott nekik, a versényi nevet. Valahol egy versényivel találkoznak, ki tudja, hát a Veselényi mester következményei, ugye, mondhatni DNS szinten, ugye, észrevettük ez ígyben. És hát így foglalkozott velük. De még nem volt törvény is utóza. És hát a Gilfenbergi betegség idején egy sziléziai tatács mesternek a lánya, Lux Anna, ápolta őt, és hát már 8 hónapban volt Lux Anna, amikor Veselényi úgy döntött, hogy itt az ideje ezt törvényesíteni, és elvette őt feleségül. És ekkor született az ifjabb Miklós, ugye, majd pedig később Béla, tehát ezek a Veselényi leszármazás törvényes vonalai. És ez egy, hogy mondjam, hát nyilván a vakember kiszolgáltatva, de egy valódi szerető és gondoskodó asszonyi segítségnek, ez végül is ez egy működő szerkezet volt. Veselényi a 40-es években úgynevezett polgári halott volt, ugye itt már egy öregkori képet látjuk, úgynevezett polgári halott volt, így tekintette önmagát, Lovasi László megörültemetettük, Kossuth azonban a börtönből ugye megerősödött, megnövekedett, tekintéllyel lépett ki. A szólásszabadságért hívott küzdelem az ő országos hírnevét megerősítette. És ezután kapja majd meg a Pesti Hírlapot. Tehát ugye a nagy, tehát a küzdelem tovább folytatója Kossuth lesz majd. Veselényi egy nagyon fontos levelezési centrum volt, időnként újságcikkeket is írt, és írt egy újabb könyvet. Megint csak egy nagyon fontos könyvet, amit nagyon, nagyon szomorú módon nincs benne a köztudatban. Ugye a nemzetiségi kérdés. Tehát, hogy a reformkori, tehát tudjuk, hogy a 45-49 igazi tragédiája az a nemzetiségi testvérháború volt. Ha az nincsen, akkor a császári hadsereget valószínűleg korábban meg lehet verni, mielőtt az orosz intervenció bekövetkezett volna. Hogy nem sikerült a nemzetiségi kérdést megoldani, ennek a reformkorban vannak meg a gyökere, és ez a könyv azért nagyon fontos, mert jelzi azt, hogy meddig jutott el a reformellenzék a nemzetiségi kérdésben, és nagyon messzire. Tehát sajnos azt kell mondanunk, hogy egy nemzedék mulasztásáról van szó, és problémáiról. De például annak a fölismerése, hogy Magyarország számára azért életveszélyes ez a dolog, mert a cári Oroszország ki tudja használni a magyarországi szláv nemzetiségeket, sőt, még az ortodoxia révén a románokat is, akik ugye nem szlávok, de a pravoszlávia ortodoxia révén kötődnek az oroszokhoz, hogy ezt fel tudja használni Magyarországgal szemben, a történelmi Magyarország szétrobbantására. Ennek a veszélyét, az, hogy az egész reformkori politikai nemzedék rájöjjön arra, hogy a külpolitikai viszonylatok milyen drámaian fontosak, ebben Veselényi könyvének nagyon jelentős szerepe van. És ez megint csak kiesett a köztudatból, hogy ő annak a modern nemzetiségpolitikának az egyik úttörője, ami majd persze nem kevéssé a szabadságharc tanulságai alapján, ugye rájön arra, hogy nem jó az a koncepció, hogy Magyarországon egy politikai nemzet van, aminek a tagjai különböző nyelven beszélnek odahaza, de a közös magyar nyelven intézik a közös magyar problémákat, hanem az a korszerű szemlélet, hogy Magyarország több nemzet közös hazája. És nem az a megoldás, hogy a magyar politikai nemzet maga alá gyűri az etnikumokat, hanem egy új korszerű
együttműködni. A több nemzet együttműködés, valamilyen fajta föderáció felé kell haladni a dolognak. És végül 48-ban még kap politikai szerepet, ugye ez Rizkovics Ignác vázlata, ugye amikor az uniót kimondják, de 48 nyarán, tavaszán, a kolozsvári országgyűlésen, ahol Veselényi az, aki ezt bejelenti, és itt próbál érdekeltetni, hogy a vak ember, amikor ez elképesztő drámai, végül azt képet sose csinálta meg, pedig ez a millenniumra készült volna el, csak egy vázlatot, egy olajvázlatot készített belőle, ugye érzékeltetve azt a hangulatot, azt az élményt, amikor az unió megjelenik, megvalósul és megtörténik. De hát kitör az erdélyi polgárháború. Veselényi utolsó nagy tette az, hogy Széchenyit megvédi az újságokban, amikor szeptember elején Széchenyinél egy ilyen agitált depresszióban egy súlyos roham történik, és Döblingbe szállítják a szanatóriumban, akkor hát a radikális fiatalok is, nyúl, ugye, nyúlcipő, olajra lépés, stb. És akkor ő keményen leosztja őket, hogy na, fogjátok be a pofátokat. Majd annyit tettetek le az asztal, mint Széchenyi, akkor lehet ugrálni. Nagyon szép szöveg, de aztán ő is, tehát a vakember nem tudja vállalni az ellenállást, így Gräfenbergbe utazik a családjával, és csak a leveretés után tér haza, és sajnos 50-ben egy súlyos tüdőgyulladásban, alig 54 éves korában meghal. A sírja itt van, a manapság Rommává, Zsibói, Veselényi sírkápolnában, ez egy nyomorult történet, ez egyszerűen lehetetlen. Annyira itt van az erdőben, hogy gyakorlatilag nem lehet megoldani azt, hogy ezt olyan módon védjék. Tehát a sírrablók állandóan föltörik és tönkre teszik. De egy gyönyörű emléket állít neki Fadrusz János, Magteri Szobja Zsibón, ugye? A jobbágy felszabadító, mert ugye az erdélyi jobbágy felszabadítást, tehát nem csak az uniót, hoppá, elfelejtettem, tehát ott, amikor azt a nagy jelenetet látjuk, ugye, ott nem, tehát itt nem csupán az uniót kérdették, hanem az erdélyi jobbágy felszabadítást is, ami természetesen a román jobbágyokra pont ugyanúgy érvényes, mint a magyarok. És ezért ugye a jobbágyot fölemelő testvérként fogadó, vele ugye feléje közeledő nagyszerű hazafi figuráját jeleníti meg Fadrusz János sopra. Ez a Veselénye jelmondata, ezzel zárom a szövegemet, non plan retro, sohasem hátra. Tehát nincs meg hátrálás, sohasem hátra. Tehát nincs egy Batyán Gyulának a gyönyörű, Veselényi képe, ami a nagy Széchenyi apoteózison van rajta. Ezt direktan kiemeltem, mert szerintem a személyiséget, az intellektus, de az érzelmeket, az indulatot és a tudást egyszerűen jelenti meg. Na körülbelül egy ilyesmi. Vagy azt szeretném, ha az érződött az előadásban, hogy na ez az a személyiség, amely valóban megérdemli azt, hogy a reformkor négy legnagyobbja között legyen, hogy aki nélkül nincs Széchenyi, aki nélkül nincs Kossuth, és nincs a reformkor több része. Tehát egy olyan összekötő, kreatív, zseniális figura, akire időként érdemes többször is emlékezni, és örülni annak, hogy olyan gazdag és gyönyörű nemzethez tartozunk, amely olyan nagyszerű koponyákat adott a világnak, mint Veselényi Miklós. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen, Katona Ferenc, Kossuth.
kultúrklub alapító tagunk Borász úton. Nem tud sajnos itt lenni, mert pontos nem születel már. De sajnos fontos elfoglaltsága van. Köszönjük szépen még egyszer. Ne menjenek el, kedves hölgyek, urak. Beszélgessünk még, akár professzor ural, és itt mesélni kapcsán beszélgettünk Kalász Zoltán képzőtársam, van nekünk egy kisülházunk, aminek az oldalán van már egy Széchenyi emléktáblánk, egy Gyák Ferenc emléktáblánk, egy Petőfi emléktáblánk. Nem, Kossuth emléktáblánk. Vagy jó, Kocsis Baszlán, elnézést már kicsit én is nevekkel összekedem. És még nincsen, és kezdeményi fogjuk, hogy ilyen emléktáblát még pont csak van egy hely. Hogy kezdeményezünk majd a testületnél, hogy egy ilyen emléktáblát is elhelyezni, mert azt gondolom, hogy megérdemelni is. Személyiség között fogjuk ott kezdeni. Köszönjük szépen még egyszer. Finom szendvics, italok várják önöket, beszélgessünk, akár professzorat is, amit szeretnék kóstolni kérdéseikkel, és még időzök idán. Köszönöm.